Szevasztok, srácok és lányok! Itt Rokerti, és üdv újra a Weezerzön! No, mint látjátok, a mai napon egy új végjátszásba fogunk kezdeni, ami nem más lesz, mint a Middle-Earth Shadow of War. Ezt a játékot én már gyűrűkora rajongóként nagyon-nagyon vártam, úgyhogy amikor februárban bejelentették, el is határoztam, hogy egyből a megjelenés napján meg fogom venni, ami meg is történt, és úgy voltam vele, hogy ha már meg lesz a játék, akkor miért készítsek róla a végigjátszást is, hiszen ez biztos egy királyjáték lesz, és akkor már megosztanám veletek is ezt az élményt, amit a játék nyújt. Na már most érdemes tudni erről a játékról, hogy ez a második része a Middle-Earth sorozatnak. Úgyhogy éppen ezért, akik esetleg nem játszottak, vagy nem láttak végigjátszást az első részről, gyorsan összefoglalnám, hogy mi a lényege ennek a játéknak. A főhősünk Talion egy gondori katona volt, akit a családjával együtt lemészároltak az orkok, amikor visszatértek Sauronnal együtt Mordorba. Viszont Talion nem halt meg, ugyanis a Lidér, Celebrimbor, az egykori tündekovács szelleme megszállta a testét, és ezáltal kvázi Talion halhatatlanná vált. Úgyhogy igazából innestől kezdve a sztori egy bosszú hadjárat volt a fekete kapitányok és az orkok ellen, akik végeztek a családunkkal. Ettől egyik felkutattuk a fekete kapitányokat, végeztünk velük. Ekközben persze Talion és a Talion és a Lidér, Celebrimbor egyre közelebb került egymáshoz. Felfedeztük Celebrimbor múltját, megtudtuk, hogy ő igazából a gyűrűkovács, aki a hatalomgyűrűt készítette, illetve a Lidérsznek a különböző képességét is feloldottuk a történet folyamán. Végül pedig, mikor legyőztük a fekete kapitányokat, azzal ért véget a sztori, hogy Talion elhatározta, hogy Sauron legyőzéséhez bizony szükség lesz egy új gyűrűre, azaz egy új hatalomgyűrűjét fogunk kovácsolni, aminek ebben a játékban lesz majd nagy szerepe. Ugyanis ez a gyűrű, ez szerves részét fogja képezni hatalmunknak. Illetve fontos szerepe lesz az orkok a mi oldalunkra állításának. Ugyanis egy ork hadsereget fogunk építeni a Lidérc erejének segítségével, illetve az új hatalom gyűrűjének segítségével. Úgyhogy innen folytatódik tovább a történet, amikor is ez a gyűrű elkészül, és ezzel megpróbálunk szembeszállni Sauron hatalmával. Úgyhogy akkor kezdjük is el a játékos srácok, mert én már nem bírok magammal, mert rohadtul akarok játszani vele. Hihetetlen, fél éve várok erre a játékra. Úgyhogy akkor azt mondja, normál nehézségen fogunk játszani, és akkor 3, 2, 1, startolunk! Srácok, hú bakker, ez a játék, ez nagyon király lesz! És még sokkal nagyobb benne középföld egyébként, mint az előző részben volt. Na ugye nem is középfölde, hanem Mordor tulajdonképpen. Oppá, egy kis előzmény, the story so far. Na, nem is, lehet nem is kellett valamit összefoglalót. A játék megteszi magától. A wife. This is beautiful. Igen, ugye volt egy felesége Talionnak, ő Talion. És egy fia. I buried them along with everyone I even knew. What has happened to me? Am I dead? És itt van Celebrimbor, a Lidérc. Igen, és a kettő tulajdonképpen mostantól összetartozik, a Lidérc és Talion. Halhatatlanok. Legalábbis amíg a Lidérc Talion testébe van. És igen, elkészítette a hatalom gyűrűit. Celebrimbor, még a másodkorban. Persze, ugye a gyűrűket azokat Sauron megvezetése miatt készítette el, utána persze Sauron elárulta őt, és Celebrimbort és családját is lemészárolták. És eljött az idő egy új gyűrűnek. Így bizony. Így lett vége az előző résznek. Prológus, az új gyűrű. Na, akkor legalább egyből látjuk az új gyűrű kovácsolását. Remélhetőleg játszani is fogunk. Ott a gyűrű, gyerekek. Azt a grafikát, srácok. Ez
in the fires of Mount Doom. A ranger. Ho-ho-ho-ho! Mondjuk ez még szerintem csak egy cinematic, mert azért ez nem játék grafika, de nagyon kemény. Amúgy ez volt a trailerben is, ez a jelenet. The future I have seen cannot come to pass. Celebrimbor! Death calls to you again, Ranger. How do you answer? Egy látomás a múltból. Pont így kezdődött egyébként az első játék. Talion világot hozott a feleségének. Majdnem csak ezután jöttek az orkok és megöltek mindenkit. Nothing can be changed. We must leave this place. We can go. What remains? What it is? Van egy érzésem, hogy a Lidérc egy kicsikét elhagyta Taliont egy időre. Valószínűleg a gyűrű kovácsolása miatt. Na, hopp, megvan a gyűrű. Hoppá. Hol a Lidérc? Hello, what is this? Mordorban nem sok hó van. Na, hol vagyunk, srácok? Azt a micsoda ork erődítmény, ez meg vajon melyik? A sok közül. Van egy édesem, hogy kivel fogok mindjárt találkozni. Ugyanis a játékban elég, a trailerek alapján nagy szerepet fog kapni Shelob, aki ugye a filmben a nagy pók, aki megtámadja Frodót az alagutakban. Viszont ebben a játékban emberi formában is láthatjuk őt. Oké, megérkeztünk. Aha, várjál. Egy kicsit állítunk azon a stealth-en, mert az a gomb nekem annyira nem tetszik. Pedig megpróbáltam beállítani mindent, mielőtt elkezdtem a játékot felvenni, de úgy tűnik, hogy ezért még itt egy-két dolgot helyre kell rakni. Na jó, nézzük meg itt. Igen, ezt megtartjuk a változtatást. Oké, lássuk csak. Na, ez így már jobban tetszik nekem. Oké. Egy kicsi orkül a fa tetején! Na, egy orkkal végeztünk. Azt mondja, hogy a sárga nyíl az azt jelenti, hogy az orkok látnak, vagyis egy investigation. Hogy megyek innen le? Lejönnék szívesen. Na ide figyelj! Lefekszik szépen aludni, így van. De hol van Celebrimbor? Á, oda kell lemenni? Jó. Akkor ezt megpróbáljuk úgy csinálni, hogy lehetőleg ne vegyenek észre minket ezek a nyomorultak. Mivel sprinterünk? Á, megvan. Ez a gyors gomb. Arra szeretnék menni. Csókolom. Azt mondja, hogy left control to grab enemies. Dobjam le. Tessék, lemenni. Oh yeah! Csókolom. Oké. És akkor... Ranger. Tudom, Shelob, hogy te vagy az. Ne is próbálj átverni. Talion, barátom, menjél át azon a nyomvat kötélen, please. Köszönöm.
Kéne nyomni egy ilyen Air Assassination-t, úgyhogy nem vesznek észre. Mondjuk az elég nehéz lesz, mert itt azért sokan vannak. Na jó, itt lejövünk. Azt mondja, hogy Aerial Assassination. Ajaj, oké, az ott lát engem. Hogy megyek át ezek között a rohadékok között, hogy nem vesznek észre? Szerintem amúgy nem fogunk tudni átmenni. Mindenképp kell egy kis bunyót nyomnunk. Oh-oh. Észrevettek. Helyes. Épp itt az ideje egy kis kaszálásnak úgyis. Jó kis orkivér. Na, akkor kezdjük. Ezek még úgyis csak senkihez jött mentorkok lesznek. Takarodj! Az irányítás egyébként nagyjából ismerős most számomra a első részből. Még a kivégzések is ugyanúgy működnek. Na nézzük, hogy tudunk-e használni valami lidérc képességet. Várjunk csak, nem tudunk használni lidérc képességet, mert most a lidérc az... nincs itt a közelünkben. Na, állj meg! Most épp kivégzés nyomok. Szóval, ott tartottam, hogy kivégzés. Oh yes! Csókolom. Na, legalább most annyi fejlesztés még került, hogy a játékban, hogy a orkok vére látszik a földön, amikor kaszáljuk őket. Rendkívül szép, gusztusos, fekete vérük van ezeknek a jó lényeknek. Na, meg kell találnunk Celebrimbort. Egyébként most valószínűleg csak a gyűrű miatt vagyunk még életben. Mert ugye a lidérc nélkül tárgyon nem tud élni, tekintve, hogy ugye őt, neki totál elvágták a torkát az első rész elején. És csak a lidérc miatt úgymond van életben egyáltalán. De most, hogy van gyűrünk, most valószínűleg a gyűrű, ami életbe tart minket. Úgyhogy így most nincs jelenleg teljesen szükség arra, hogy a lidérc jelen legyen a testünkben. Hát ez totál silobarlangja, tehát a pókok is itt vannak. Már csak az a kérdés, hogy Shiloh maga mikor fog előjönni. Ott van Celebrimbor. Megvagy. Jó volt a bujócska, de most már ideje hazatérned a testünkbe. Oké. Szia, Shiloh! Üdvözöljétek a pókot a harmadik gyűrűk ura filmből. Ez bizony ő. Mondjuk egy kicsit most menőbben néz ki, és fölveszi emberi alakját, amit a filmben nem is láthattunk. Érdekes. Szóval Shilohnak van hatalma a lidérc fölött. You are brave for a man, but it is not your sword that will save him. How much are you willing to sacrifice? To suffer. I have given up everything. Not everything. Not yet. Give me the ring for the wraith. And find myself beside him in your web. I am Shiloh, and I deal only in truth. I wouldn't give it up either. Wait. Time now! Szóval a gyűrűt a lidércért cserébe. Ejjjjjjjj, ennek nem lesz jó vége, úgy érzem. Gyorsan elvesztettük azt a gyűrűt, bakker. De hát kell valami bonyodalom a cselekményben most végül is, hogyha ebből a... Na, és ott is van, látjátok? A vágás a nyakán kapásból. Vagy a gyűrűnek, vagy a lidércnek bennünk kell lennie. Majd a gyűrűnek nem bennünk kell lennie, hanem az ujjunkon. Nem kell megenni a gyűrűt.
Go to your puppet before he dies. Gyorsan, gyorsan. Na, legalább a lidércet visszakaptuk, viszont a gyűrünk az ment a levesbe. Ideje visszaszerezni a gyűrűt? Oké, ez nem lesz egyszerű végül is, most nála van a gyűrű. Szóval azért Minas morgul. És nekünk most, ha jól értettem, akkor Minas morgulba. Hát illetve most még Minas itt él, amíg el nem foglalja Sauron és Sörege. És utána válik ugye a neve Minas morgulra. Minas Ithal. I must know if Shelob's vision holds true. Végül is mindig is kíváncsi voltam Minas Ithalra, azt a kurva de jól néz ki. Na, erre nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog kinézni. A játék még nem dolgozta fel ezt a helyszínt. Főleg nem abban a formájában, amiről Sauron elfoglalta volna. The Siege... Minas Ithil ostroma. Ó, oh, bakker, akkor ez kurva király lesz. Hát úgy látom, már folyamatban is van ez az ostrom. Hát már nagyba jönnek az orkok, gyerekek. Na, ideje beszállni a játékba. Gondor's last fortress in Mordor cannot fall. Mert az, az igazság, hogy a Tolkieni legendárium szerint Minas Ithil ebben az időben már rég elesett Sauron seregeinek, tehát igazából még a harmadkor viszonylag első felében elfoglalták a Nazgulok. És ugyebár maga a Middle-earth Shadow of Mordor, illetve Shadow of War elvileg a Hobbit és a Gyűrűk Ura között játszódik, ami azért már bőven később van, mint eredetileg elfoglalták ezt az egész helyet a Nazgulok. De egyébként a játék nem ragaszkodik annyira Tolkiennek a műveihez, úgyhogy azért van az, hogy most néha egy-két dolog máshogy van, mint a könyv szerint. I will not let them be slaughtered like my brothers at the Black Gate. We need to do something. Taking out the captain should buy the Gondorians some time. And they could lead us to the Palantir. We must find a worm and make him talk. Na jó. Először is információt kell szerezzünk. Hogy hol találjuk meg az ork kapitányokat, mert hogyha őket kiiktatjuk, akkor elvileg valamennyi időt nyerünk a gondoriaknak. Wow, nagyon szépen néz ki egyébként a város. Remélem azért be is fogunk tudni majd menni oda a központi részébe, mert biztos nagyon királyul néz majd ki belülről is. Na de akkor lássuk csak. Oh yes! Na, őt kell ottan elkapni. Ide figyelj! És akkor ugye meg kell keresnünk a Palantírnak a Palantír expedíció vezetőjét, és akkor azt mondja, ezek itt Sauron kapitányai, akik a ostromot vezetik, ezeknek a gyáva orkoknak a kihallgatása által belátást nyerünk. Jó, akkor ezt a kapitányt most megnézzük. Jó, Intel. Hogyha megnézzük az intelleket a kapitányokon, azzal felfedjük a gyengeségeiket.
És így akkor ugye meg tudjuk határozni, hogy mikkel sebezhetőek, milyen támadások által. Illetve a félelmeiket is meg tudjuk nézni. Ez a kapitány egy parancsnok, úgyhogy mindig egy sereg orkkal van körbevéve. Köszönjük szépen az infót. Plac! Wow, szép volt. A város alsó részén található. Na jó van. Akkor azt mondja, hogy meg kell őt találni. Hát nem tudom, mennyire akarok én itt bunyózni, szerintem annyira nem. Viszont van itt egy másik ork is, akinek szintén van egy intelje. Hé! Hey, lát engem? A kurva szádat. Nyugodjál! Az a baj, ezzel most buktuk az intelt is. Mert hogyha megöljük az orkot kihallgatás előtt, akkor persze bukjuk az egészet. Na, hogy tudnánk lőni egyet az íjunkkal? Ezt szeretném én tudni. Oké. Rejtőzzünk. Észrevették a hullát. Na, gyors kivégzést kéne nyomni a csávon. Gyere a bokorba. Lejátsszuk. Mit szólsz? Miért nem ölöd meg? Ölöd meg! Edes! Te jössz, Pajti. Most azt csinálja, amire gondolok? Wow! Nem szégyeled magad? Társaságba húgyozni? Nem látod, hogy jövök? Mondjuk jó, hogy nem látta, hogy jövök. Hol van az a... Ott... de bebújt oda. Oda, hogy akkor észre is fog venni, ha megpróbálom ott őt elkapni. Úgyhogy szerintem felülről fogunk próbálkozni. Jó. Mondjuk így. Oké, ott... What? Mi az, hogy te látsz engem? De hát... Gyere le. Na, csak szépen csöndben. Na, mondjad, mit tudsz. Szóval, hogy őt néztük meg az előbb, gyorsan megnézzük a részleteket is, mert előbb azt nem néztem meg annyira. Azt mondja, hogy immunitások, a nyilak nem használnak ellene semmit, tűzálló is a csávó, méregálló, és bestiákkal se lehet őt megsebezni. Ez itt azt mondja, hogy Advanced Class Commander. Aha. Jó, ez itt pedig... A stealth támadásoktól kicsit így stunnolódik. És akkor az Execution Kills és a, hát a stealth támadásoktól lehet őt hatásosan megtámadni. Oké. Na nézzünk valaki másikat is. Ez például kicsoda. Unknown Captain. Turns remaining 1. Ez mit jelent? Turns remaining 2. Hát nem tudom. Na mindegy, nézzük csak. Nasus Kinslayer. Ő pedig Enraged by Curse. Advanced Class Beastmaster. Class bonus Frontline Warrior. Bakker. Ez már egy keményebb disznó. Van egy karagor serege, annak kurvára örülök, azok ezek a kvázi lóként funkcionáló ilyen félig oroszlán, félig kartfogutig, nem tudom, ilyen nagymaskaszerű szörnyek. Clumsy és Beastfoot, de nézzük a gyengeségeit. Égés és Brutality. Ilyen nyilakkal lehet sebezni, robbanásokkal és executionökkel. Jó. Csókolom. Na, azt mondja, hogy... Meg kell találnunk ezt a első kapitányt. Áj, bakker, miért vagytok ennyien mindig? Úgy látszik, itt bunyóz... Áj, bunyó lesz. Várjunk csak, itt van. Ez ő. Na végre az íjam, erről van szó.
Igen, charge or shot, massive damage, release to fire, vágom. Bum! Csokolom, oké, okay, lejárt a fókusz. Na. Önt pedig szépen levágjuk. Nagyon helyes, viszont már csak két nyilunk maradt, úgyhogy kéne szereznek majd valakitől új nyilakat. Én is azok szépen kifolynak idővel. Na, szóval itt akkor egy nyomot fogunk. Hey, csak szépen. Ja, left control, basztus, ezt is majd át kell állítsam valami normálisabbra. Use VSD to click and drag to bring the trail into focus. Micsoda? Aha. Oké. Okay. Meglepő módon arra megyünk tovább. Itt lehet elfsatokat gyűjteni. Akkor már viszem is. Na, meg is teltek a nyilaink. Viszont gondolom ezt majd lehet fejleszteni a későbbiekbe. És több lövést is tartani egyszerre. Ugyanis ez az előző játékban is lehetett. Oh, hello. Ez egy nagyon jó módja annak, hogy orkokat írtsunk. Ki kell lőni azt a grogos hordót. Fuk! Ezeket mindig érdemes figyelni egyébként az ilyen lehetőségeket, mert ezzel csomó időt lehet sporolni magunknak. Wow, ez a város nagyon menőn néz ki, nézzétek. Mondjuk nem akkora talán, mint Minas Tirith, de azért ez se kicsi. A falai azok például szerintem sokkal keményebbek, mint Minas Tirithnek, illetve eléggé bevehetetlennek tűnik például a völgy felől a város, tehát csak is ezeken a bevezető hidakon lehet megközelíteni. Viszont az ostrom az már szerintem eléggé a város központ felé tart, ugyanis itt már nem sok ork van ahhoz képest. Jó, és akkor most a Wraith World segítségével megkeressük a kapitányt. X-el nyomunk Identify-t. Nem tudom. Aha, ott vagy. Zathra, Battlemaster. Na tehát, hogy is kell? Stealth-etek, akkor sunyiba kell odalopozzunk, és ezzel fogjuk tudni őt megsebezni. Szerintem tetőkön keresztül fogunk közelíteni. Ó, oh, bakker! It's your job to secure the seeing stone. No doubt they've hidden it, but we will tear open every room, every vault, and every Gondorian to find it. Make proud, lads. Szerintem erről közelítünk. És majd a magasból fogunk lecsapni. Jó. Kicsit Assassin's Creed-es egyébként ez a falmászás, de ez ne zavarjon minket. Ne. Figyelem. Első kivégzés következik. Nyomunk egy stealth killt arra a kapitányra. Oh yeah. Igen, megölni nem tudtuk még, de azért összességében egy elég szép sebzést bevittünk neki. Gyorsan a haverjait elkezdem levágni. Hoppá, hello! Ez segítség! Mit? Belém vágott az egyik orkocska. Nem szegyed magad? Hey! The assault cannot be stopped. Your brother's here dead and butchered. And there's nothing you can do about it. Wow. Ezt aztán megmondtad, kedves ork barátom. De ne aggódja. Mindjárt kapsz olyat, hogy... Figyeljetek le! Nya! Takarodsz! Ugyebár nyilakkal fölösleges megsebezzünk, mert semmit nem működik ellene. Na, már nem sok van neki hátra.
Itt az ideje kivégzésnek. Nem egészen gondoltam kivégzést, de ez is megteszi. Na és kaptunk is akkor egy rúnát.